Február 21-ével vette kezdetét városunkban a lakossági fórumok sora, ahol a körzet képviselői, valamint Domonyi László polgármester személyes keretek között adnak tájékoztatást a választópolgárokat érintő aktuális kérdésekről, a város 2023. évi költségvetéséről, valamint a fejlesztésekről. A 8-as számú választókörzetben élőket március 2-án csütörtökön Domonyi László polgármester várta a Kiskörösi Rendőrkapitányság képviselőjével Horváth Attila rendőralezredessel. A fórum egyperces néma csönddel vette kezdetét Markó Ferenc a körzet egykori képviselőjének emlékére. Markó Ferenc halálával újabb időközi választás lesz Kiskörösön, melynek időpontját dr. Turán Csaba jegyző már kitűzte május 14-ére. Horváth Attila rendőralezredes elmondta, hogy a vezetőváltás óta sokkal nagyobb a rendőrség jelenléte a közterületeken. Felhívta a figyelmet arra, hogy még mindig nagyon magas az internetes csalások száma, ezért online vásárlások esetén semmiképpen ne utaljanak előre semmilyen összeget ismeretlen személynek, kereskedőnek. Válasszák az utánvételes fizetési módot, vagy ha nincs ilyen lehetőség, akkor álljanak el a vásárlási szándéktól. Kiemelte továbbá a bankok nevében intézkedő csalókat is. A fórumon a lakosság részéről érkező problémákat is tárgyalták. Felmerült a bicikliutak helytelen használata, hiszen a főúton mindkét oldalon egyirányú a kerékpárút. Ezzel azonban sokan nincsenek tisztában. Sokan közlekednek továbbá a főtéren robogóval, pedig ez tábla tiltja. Horváth Attila rendőralezredes a felvetésekre reagálva elmondta, hogy a kerékpárosokra figyelemmel vannak, de nem a bírságolás, hanem a baleset megelőzés a legfontosabb, ezért sokszor a szabályszegőknél figyelmeztetéssel élnek. Lakossági problémaként merült fel továbbá a piac téren történő helytelen autós közlekedés, valamint a szabálytalan parkolás is, melyre a rendőrség képviselője, valamint Domonyi László polgármester a későbbiekben megoldást szeretne találni. A polgármester kiemelte, hogy a záportározó tó piac felőli bejáratánál lerombolt házak helyén parkolókat fognak létesíteni.